Na, sziasztok, srácok és lányok, itt Olcsó, és ebben a mai videóban úgy döntöttem, hogy elkezdek egy új sorozatot a Brawl Stars-ban. Ez kicsit érdekes a Brawl Stars-ban, nem igazán lehet jó sorozatokat csinálni, vagy egyáltalán sorozatokat csinálni. De mivel nagyon sokatoknak gond volt Great pusolni, ezért amondó vagyok, hogy elkezdek egy ilyen sorozatot. Ebben a sorozatban nagyon ritkán lesz rész, maximum akkor, hogyha írtok komment szekcióba a karaktereket, amiket esetleg nem erőltek. Ennek a sorozatnak az lesz a lényege, hogy megmutatom nektek azt, hogy hogyan kell egy adott karakterre játszani, milyen technikákat érdemes vele alkalmazni, és hogy mégiscsak hogyan csináltak ezt az egészet. Hát milyen nagyon sokszor láttam azt, hogy náluk nem nagyon megy ez a karakter, nem nagyon tudja, hogy hogyan kell vele játszani, és oda viszitek, vagy ilyesmi. Szóval ebben a mai videóban el fogom magyarázni, hogy hogyan játszottak ezzel a karakterrel, és hogy mégiscsak milyen játékmódokban, és hogy unlock. Tehát itt is vagyunk Gray-jel, az első legesleges legfontosabb dolog, hogy Sodánba soha ne vigyük be, még Duo-ba se. A most beérkezett Pleasant Plunder, aminek már nem az a neve, de Pleasant Plunder fog jönni. Tehát a most újonnan beérkezett Pleasant Plunder játékmódba be lehet vinni, de nem ajánlom csapat nélkül. Úgyhogy mint ott egy a teleportálás képességével nagyon jól tudja elvinni a ajándékot, és ennek köszönhetően nagyon OP is tud lenni ebben a játékmódban. De én legfőképpen mégiscsak a Brawl-t és a Knockout-ot ajánlám neki, ugyanis ezekben nagyon jó, de ezek is csak csapattal. És nagyrészt igazából az olyan embereknek a kezébe való, akik érdelek a játékhoz és játszak vele már egy jó ideje. Most egy elég nehéz karakterről van szó, de hogyha meglátod a helyzeteket, te éd a karakter. Tehát ebben a mai videóban meg fogom megmutatni azt, hogy a jelenlegi Brawl pályán és a jelenlegi Knockout pályán hogyan játszodok. Főleg most nem csapatba fogok menni, De megpróbálom nektek így is megmutatni, hogy hogyan játszhatok ezzel a karakterrel. Szóval kezdjük is el. Jó, és ha tetszik nektek ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot. Úgyis, hogyha sok lájk lesz a videón, akkor majd jön a következő rész valamikor. Úgy Gray, hát itt igazából ugye mi az egy olyan távolsági karakter, csak próbáljunk lövöldözni. És kihasználni azt, hogy az enemik nem hoztak olyan távolsági karaktereket. De mivel pont egy Gray-jel harcolok, ez nem olyan fog sikerülni. És egyiket tudom eltalálni. Hát igazából ezek eléggé artis szinten vagyunk is. Próbál karakterek voltak, ezért gondoltam, hogy bemegyek rájuk, nem értek valami nagyon sokat. Már a dobasznak egyiket így. Itt is próbálok ugye már rápusolni, és mivel már szinte a többi fel HP-t leszettem, ezzel a Janet rá is tud repülni, ami meg is történt. Bombázza szétdőket, nekem a dolgom az, hogy innen, távolról, akár beteleportáljak, és meg is öljem. Egyébként az lett volna a dolgom, hogy távolról lövögessem őket, és így nyerjük meg. És mit láthatjátok, sikerült is elhozni a Wint. Amúgy vagyok, hogy menjünk mélyre egy mérkőzést. Most kicsit beszélünk a karakterről, jobban megértsétek. Ennek a karakternek a legeslegópébb dolga az a szuperje, ami is igazából abban is az a legeslegópébb dolog, hogy azonnal tud teleportálni. Tehát nem olyan, de normális teleport, hogy várjunk rá, aztán elteleportálom, hanem azonnal. De figyeljünk a mostani Master, hogy eléggé kemények kipusol minket a Buster, és eléggé keményen lesebezték a Piper-t, azt meg is kéne ölni, de a Buster az ott kempel. Jól van, akkor ne foglalkozunk vele. Az anyádnak a... Hát igen, jelenleg azt eléggé elrontottam, most megmutattam, hogy innen jártatok ezzel a karakterrel. Tegyük össze magunkat. Hát az elején kéne egy kicsit jobb. Hát ez csodás. Jézusom, mindjárt megjön. Hoppá. Vagy én ölöm meg. Ne! Jó, és én azért az utolsó pillanatban el tudtam teleportálni, tehát ezt a szubert, ezt rengeteg mindenre lehet használni. Az ellenfel a csapatásnak kimenekítésre, és akár a saját magad megmentésére, vagy akár, hogy megledd az enemit is belemenni a papájába. Hát ez egy eléggé nehéz egyvéd lesz igazából, bár neki nincsen meg a szuperje, és igazából a jelenlegi pillanat, amit itt kell tennem, hogy megvárom, még jön a kör, ugyanis az őt be fogja szorítani, és semmiképpen sem menjetek oda, és ugyanis úgy egyszerűen meg fog titeket tudni majd ölni. Mint legyetek jön is, ugyanis neki mindenféleképpen ide kell jönnie, mint adhatjátok. A szuperet fogja majd próbálni megszerezni. És mindaddig jön is. A mostani pillanatban az egyetlen dolog, amit kell csinálni, az az, hogy szép megy damage-elgessük. De ő is nagyon egyszerűen meg tudsz minket szivatni, és hogyha jönni fog a kör, akkor kérlek szépen elég egyszerűen meg fog tudni majd szopatni minket. De most elég beteleportálunk, ez nem a legjobb döntés, de... Rahadt életbe. De most nem a legjobb döntéseket hoztam, és így nem is jelzik meg. Ott igazából egész szépen kiszorított minket, de nem is nagyon tudtam mit csinálni. Szépen csinálta azon, hogy mi maradjunk ennyiben. De most akkor szerintem nézzük is meg ezt a mostani Brawl-bolt, ami egy nagyon rossz pálya neki, hogyha lehet, akkor nehezen pusoljátok, akkor álljátok meg egy jobb pályát, de én most ezen fogom bemutatni, hogy most szeretném felvenni ezt a videót. Szóval nézzük meg ezen a pályán. Oké, az enemy szerencsére nem a legjobb karaktereket hozta, szóval lehet esélyünk. Bár ez csapat nélkül eléggé rossz a próba, főleg a knockout nélkül, hogy viszonylag oké csapat nélkül, de
Figyelj, igazából a Sandy Tango, ezt innentől már csak be kell sétálni, trickshot, belőni! Ott is vagyunk. Le is lőttük, mint lőttük. Jelenki pillanatban igazából nem csináltam semmit a sebatásnak, de hoztak. Na de most igazából Edgart próbálom távol találni, hát nem sikerült. A Bibit se sikerült, ez se sikerült. Hát ez nagyon profi vagyok, gyerekek. Én az, aki 4 éve játszik ezzel. Viszont a csapattársak eléggé jól nyom, mert itt is látod, hogy mennyire fontos az, hogy jó csapattársakkal játsz. Úgyhogy ha te hibázol, akkor van még esély, hogy esetleg ők ne hibázolnak, és ők ne csinálják a gondot. Ez is fontos, hogy jó csapattársakkal játsz. Milyen nem tudsz mindent te egymagad megoldani. Beteleportálunk ide is, meg elteleportálunk. Az mekkora nice move volt. De szóval meg tudjuk ölni. Én a mondó vagyok, hogy az anyár. Amúgy az behet, ez van ő is simán, amikor utolsó pillanatban vettem észre a helyzetet. De ez is egy probléma, hogy ezzel a karakterre minél hamarabb vegyetek észre a helyzeteket, hogy miket lehet csinálni, és annál jobban tudjátok majd nyomni. Most lát engem az enemé. De teleportálunk, és nem vettem fel a labdát, hogy mentem volna a trickset. Kivédi? Kivédi? Jó, nice. Ez a csapatásom eléggé fájtolnak, az meg is lett tölve, mondom meg is lett tölve, jó. Passzolom. Oda még, oda menje! És be is lőttük. Be is lőtték a csapattársak. És akkor bemutatom azt, hogy miért ne játszotok szólóban ezzel a karakterrel. Lehet, hogy ez a mest nem fogja teljesen átadni, hogy mégiscsak miért nem érdemes szólóban játszni ezzel a karakterrel, de hogyha esetleg nem hinnétek el, akkor tapasztaljátok meg ti magatok, hogy mégiscsak mi van, és higgyétek el, hogy sokkal folyékonyabb, és sokkal egyszerűbb lesz a push BB-ben, vagy knockoutban, ugye saját csapattal. Tehát most jelenlegi pillanatban az a legnagyobb gond, hogy a bushokat nem tudom csekkolni, bármilyen karakter lehet bennem. És hát igen, ezt a szart is... Jaj, nem sebezte le a Buster! Azt hittem, hogy fújra sebezte. Jó, mindegy. Tehát a Janet-en megpróbáljuk tölteni kicsit a szuperünk. Az a legfontosabb, hogy a szuperünk meglenjen, és akkor mi talán érhetnénk is valamit. De így, mint láthatjátok, hogy ugye a Janet sokkal több power cube-ban van, és a HP-ja sokkal több, és a damage-ja is sokkal több. Nem fogunk túl sokat érni fel, hogyha a Buster is ránk fog jönni, és hogyha álljon meg a szuperit, akkor magamat is meg fogom vele sebezni. Szóval az sem nagyon a legjobb döntés. Tart szituáció. Igen. Tehát, mint mutatom, és nektek 4-et hoztunk el, és ennyi idő alatt 2 próbál vagy nokáz meccset is lehozhatunk volna, és akár nyerhet is, szerezhetünk volna 16-14 kupát. Szóval ebben a mai videóban ezt a karaktert rajzoltam meg nektek, hogyha bármiféle kérdésetek lenne, akkor írjatok le a komment szekcióba, és válaszolni fogok rá, remetek van komment szekció, mert hogyha nincs, én nem veszek itt a földön. Szóval én is lettem ez a videót, hogy tetszett, akkor mindenképpen iratkozzatok, és nektek találkozunk legközelebb, de sziasztok!